A dátum marad, a helyszín viszont változik a következő beszélgetésben, hiszen Mária Pócson is színes, ingyenes programok várják az érdeklődőket május 25-én. Vendégünk a Pócsi Majári szervezője, Bartos Anikó. Szia Anikó, jó estét! Sziasztok! Hát ugye még gyakorlatilag ezeket a fajta majálisi programokat lehet, hogy az ember egy picit korainak érzi, mert azért ezt talán egy héttel később szoktuk inkább június elejére tenni, persze aztán ugye néha ez a majális, juniális össze is folyik. Igen. Minden esetre most már ez az időpont fix, miért éppen ezt a hétvégét választottátok? A hétvége úgy alakult, hogy sokan mondták, hogy a majális az május elseje. Igazából mi úgy értelmeztük, hogy egész május ideje alatt lehet majális rendezvény, és a május 25-e azért is alakult, mert egy picit összevontunk néhány rendezvényt, mert látható a plakáton is, hogy nagyjából három rendezvény épül egymásra, és ezek olyan szerencsésen összejöttek, hogy épp egy napra esnek, és így nem volt kérdés, hogy a május 25-öt választjuk. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy az összes évszak el van csúszva, hát ilyen hülye kérdés, tehát még tulajdonképpen szinte tél volt itt május elején. Persze az április meg eléggé szeszélyesen nagyon nyáriasra sikeredett. Most viszont valóban, hogyha már szabadtéri rendezvényekben gondolkodunk, akkor talán szerencsésebb, reméljük, hogy senki nem fog fázni, és a kutyusokra gondolok itt elsősorban, ők biztos nem fognak fázni, mert ugye az ő bundájuk az melegen tartja őket. Itt egy ilyen kis tacskót látok kikandikálni, ez azt jelenti, hogy négy lábúakat is gondolom szeretettel vártok erre a rendezvényre, de azért kezdjük az elején, mikor igen, indul, rendben. Mégis kiket vártok, és milyen különlegességek lesznek ezen a bizonyos 25-én. Rendben, a napot azt már 10 órakor indítjuk, és a rendvédelmi szervek zarándoklatának a Pápa tér ad helyszínt. A Pápa teret mi Mária Pócsiak és környékbeliek ismerjük Pápa térként, aki hozzánk érkezik a Dr. Bacsóka Pál utcát keresse, és úgy fog eljutni hozzánk. A rendvédelmi szervek keretében nyílt a nagy közönség számára is megtekinthető bemutatók lesznek. Ez is nagyon érdekes, lőni fognak, kint lesz a katasztrófa védelem, különböző bemutatók, a rendőrkutyás bemutató is lesz, és a város részéről már ebben az időben meghívtuk a kézműves mestereket egy kirakodó vásár erejére, ez egész napos program lesz, illetve nagyon jó vendéglátósokat invitáltunk a napra, és utána 13:00-kor hivatalosan a Pócsi Tacsi 2019 nevű rendezvényt nyitjuk meg. Ide meghívtam az egyházi vezetőket is, illetve természetesen a polgármester urat, Papp Bertalant és Orosz Istvánt, a kegyhelyi igazgatóatyát, akik megnyitják a rendezvényt, mert úgy gondolom, hogy Mária Pócstól nem választhatjuk el ugye az egyházi vonalat sem. Nagy örömmel vette mindenki a felkérést. Vendégünk lesz az Életjel mentő csoport Szolnokról, illetve a Most Élsz Egyesület is vendégszerepelni fog, és még a rendőrkutyák is maradnak egy picit délután, akik újra bemutatják a produkciójukat. És a gyerekeknek is szerettünk volna természetesen kedvezni, egy kutyás, családi, vidám programot képzeltünk el, tehát nem feltétlenül tenyészszemlés, és nem is nagyon szakmai, egyszerűen csak, hogy találkozzunk, megismerjük egymást, és a kutyusokat is, nem feltétel a kutya, mert nagyon sokan feltették a kérdést, hogy de ha nincs kutyám, hogy jöjjek el? Egész nyugodtan, mindig azt mondtam, hogy ha jól szocializált a két lábú, akkor nyugodtan jöjjön. és csak tacsik jöhetnek? Nem. Ez is nagyon fontos. Igen. A szalagcím. Az az igazság, hogy nekem van ebben egy pici önérdek, én nagy tacsis vagyok, és ezért így szerettem volna egy picit ilyen irányba elterelni, valamint pont egy olyan fajtát igyekeztem választani, ami mind a mellett, hogy a szívemhez közel áll, talán a leginkább kompatibilisebb a családokkal. Uh-huh. Szívesen csináltam volna a Rottweiler találkozót is, de nem biztos, hogy bizonyos korosztály jól vette volna. És akiknek esetleg vannak fóbiáik, uh-huh, vagy félelmeik, talán így test közelből, és valóban a jól szocializált kutyusokhoz közelmenve esetleg ezt is le tudják majd győzni, meg hát tényleg nagyon cuki a tacskó, úgyhogy reméljük, hogy jó nagy számban, sok-sok négy lábú lesz ott, bízok és benne, színesíti majd ezt a rendezvényt. Benne. Meddig tart majd, illetve mondjuk, aki nem Mária Pócsról, uh-huh, hanem a környékről érkezik, annak mit javasolsz? Egész napot töltse veletek, vagy elég, ha csak délutánra érkezik?
Én természetesen az egész napot javaslom, aki hozzánk érkezik, de a viccet félretéve a délelőtti rész az a rendvédelmi szervek zarándoklata, ott valóban a bemutatók lesznek nyilvánosak. A tacsis részre én egy családi programot álmodtam, képzeltem el, ahol gyerekprogramokkal is kedvezünk, és mindössze annyi feltétel van a kutyusok részvételének, oltási könyv rendben, csíp legyen, és jól szocializált legyen a négylábú. Szájkosár, ilyesmi, kórház? Én ezt úgy szeretném megoldani, hogy egy felelősségvállalási nyilatkozatot a gazdinak tennie kell, amikor hozzánk érkezik a kutyussal, amelyet én el is tudok küldeni online, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot. Ennyi a feltétel. A gyerekeknek hotdog készítő verseny lesz még a színpadon, este pedig koncertek, ugye az a harmadik blokka napon. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és reméljük, hogy négylábúak, kétlábúak, és mindenféle korosztály nagyon jól érzi majd magát Mária Pócson. Köszönöm szépen én is.